Itt vagyunk Pest-Szent Imrén, Luther kápolnában. Mégpedig azért, mert ezt az épületet, ezt a templomot Krizsán András építészmérnök tervezte. A mai adásunkban vele látogatunk el három evangélikus egyházhoz kötődő épülethez, amelyeket szintén ő tervezett. A mai adásunkban tehát az építészet és az ember van a fókuszban. A hűvösvölgyi Saretta szeretett otthont 2015-ben szentelték fel. Számomra nem csupán azért érdekes, mert egy szép intézményt látunk. Egy gondosan megtervezett, funkcionálisan remek szociális épületet, hanem a környezet, amiben épült, oda talán pont ez hiányozhatott. Hiszen csupa olyan ház veszi körül, ahol mindenki megalkotta a saját legremekebb otthonát, megmutatva a világnak, hogy a tulajdonosa sikeresként él a földi világban. A Sarepta szeretett otthon azonban másról szól. Mégpedig arról, hogy miként lehet jelen lenni itt a földön úgy, hogy másokért élünk. Az elesettekért dolgozunk, a rászorulóknak nyújtunk segítőkezet. Így válik a Sarepta szeretett otthon felkiáltó jellé a Hűvösvölgyben. Major testvéreink karolták föl ennek az épületnek a megvalósítását. Nem csak kifejezetten anyagi támogatást nyújtottak ennek az épületnek a megvalósításához, hanem rengeteg adományt kaptunk, bútorokat, szanitereket, a radiátorokat, talán az ajtók közül is jó párat, a berendezési tárgyakat, mindenük, ami volt, azt szinte nekünk adták. Emlékszem, az átadáskor az egyik bajor testvérünk mesélte azt a kedves történetet, hogy otthon keresett valamit lent a garázsba, és felszólt a kedves feleségének, hogy nem tudod, hova tettem ezt a, most már nem emlékszem pontosan micsodát, és akkor a felesége visszaszólt, tehát azt odaadtuk a Sarettának. Szóval, hogy annyira jó érzés volt látni, hallani ezt az együttérzést, ezt az együtt akarást, hogy ezeknek a rászorultaknak tényleg emberi, méltó körülményeket tudjunk biztosítani. És amikor az épület átadása volt, akkor volt egy nagyon kedves gesztus, ahogy említettem, ezeket az adományokat, ezeket a tárgyakat, különböző bútorokat, ilyesmit, egy-egy kis piros szívvel jelölték meg, és amikor az átadáskor itt a bentlakókkal együtt végig sétáltunk az épületen belül, hát annyira megható volt látni ezt a rengeteg piros szívet az épületen belül, hogy ez is ajándék, ez is ajándék. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez az egész épület ilyen formán tényleg az Úristen ajándéka mindannyiunk számára. Szociális otthon, mint építészeti feladat, az egy ízig-vérig emberi, humánus feladat. Az volt az alapkoncepciónk, hogy egy olyan épületet tegyünk le, ami használati szempontból nagyon praktikus, nagyon segíti azt a munkát, azt az alázatos szolgálatot, ami az ilyen rászoruló emberek körében szükséges, ugyanakkor mégis valami fajta lelkiséget is tudjon közvetíteni. A épületeken is lehet látni, hogy egy nagyon erős domboldalba áll ez az épület. Egy 50 férőhelyes szociális otthonról beszélünk, lakóotthonról beszélünk, és ezt az 50 férőhelyet ezt úgy alakítottam ki egy H alaprajzú épületbe, hogy a H alaprajz hosszanti szárai azok a lakóotthonok, és az összekötő rövidebb keresztszár az pedig mindig a kiszolgáló helyiségeket tartalmazza. Különböző orvosi szobákat, raktárakat, mosdókat, egyéb szociális helyiségeket. A két hosszanti szár, az pedig összességében ez az 50 férőhelyet, mégpedig úgy, hogy 25 az egyik hosszanti szárban, és 25 a másikban. De az épület kétszintes, tehát a 25 az igazándiból egy szinten 12-12, és a másik oldalon is ugye 12-12, illetve az alul 12 fölül 13. Nos, ha pedig már így lebontjuk ezt a nagy létszámot, ezt az 50 férőhelyet, akkor tulajdonképpen egy nagy család méret
adódik, tehát ez a 12 fő, mondhatni egy ilyen több generációs család vagy lakóház méret, és ezt még komolyan is gondoltuk. Tehát egy-egy ilyen lakószint ezzel a 12 fővel, ez olyan, mint egy nagy család, mint egy igazi lakó otthon, egy lakás ezeknek az embereknek. Mindegyiknek van saját közösségi tere, nappali, étkező, kis teakonyha, kiszolgáló helyiségek, és mindenkinek megvan igényei szerint a saját kis hálószobája, fürdőszobával, és hát természetesen az egész épület akadálymentes. Budapesten Pestszent Imrén van a kastélydombé Luther-kápolna. A szakrális épület nem a nagy vagy különleges formájával, vagy éppen az unalmas, felesleges díszítésével vonja magára a figyelmet, hanem a liturgikus funkció egyszerű építészeti megalkotásával. Amikor belépünk a kertbe, akkor találkozunk a parókia és a templom szerves együttesével, de mégis különállóságával. Valahogy szembenézünk azzal, hogy a lelkész az a gyülekezet része, ugyanakkor pásztora is, akinek van saját identitása. A puritán egyszerűségű Luther kápolna és annak tornya, lelkülete, közössége 2018 óta kimagaslik a 18. kerületből. Amikor a terveket elkezdtük, azzal kellett szembesülnöm, hogy ez a terület, ez egy nagyon vegyes beépítésű terület. Nagyon sok különböző típusú, minőségű kertes családi ház helyezkedik el a környezetében, és valahogy mindenképpen szerettem volna ezt a kis közösségi teret, ezt a kis középületet, ezt a templomot valahogy lehatárolni ettől a környezetétől. Nem is a lehatárolás az elsődleges vagy a legjobb kifejezés, hanem valahogy kiemelni, valahogy más dimenzióba helyezni ezt a funkciót, ezt a kápolnát. És így született meg tulajdonképpen az a beépítési koncepció, ami látható, hogy megtartva a saroktelken a kis sátortetős épületet, a templomot azt egy picit a telek végébe hátrahúzva egy magasabb tömegben alakítottam ki, és ezt a nagy tömegű épületet ezzel a kis sátortetős épülettel kívül egy ilyen magas kolonádszerű kerítéssel kötöttem össze, úgyhogy itt is a sarkon egy hangsúlyos harangtorony helyezkedik el. És ezáltal kialakult egy olyan belső udvar, egy olyan belső intim kis átmeneti tér, ami szintén az istentiszteletre, a különböző gyülekezeti alkalmakra érkező hívek, testvérek számára egy ilyen kis rávezető, egy ilyen kis közbenső teret tud biztosítani, mint ahogy az istentiszteletek végén szintén ez a kis kert nem csak a család, lelkész család számára jelent egy kis udvart, egy kis kertet, hanem ezeknek a különböző alkalmaknak, szeretett vendégségeknek is nagyon jó teret tud biztosítani. A templomnak a főbejárata az egy hangsúlyos nagy kapu építmény, erre a belső udvarra fordul, és ha belépünk ebbe a templom térbe, akkor ott rögtön egy nagy belmagasságú belső térbe találjuk magunkat, ahonnan ilyen nagyon játékos módon függesztettük föl, csüngenek le ezek a kis ledes kis lámpafények. Érdekes volt visszahallani, vagy visszahallgatni azokat a különböző reakciókat, különböző gondolatokat, amik egy ilyen belső térnek a láttán, akár püspök úrba, lelkészekbe megjelenik, vagy a gyülekezeti tagok számára. De érdekes volt, hogy mindenkiben valahol ez a türelmi rendeletek idején épült, nagyon egyszerű, puritán, csűr
templomok képe jelent meg. Ugye arra volt jellemző, hogy még tornyot sem volt szabad ott építeni ezekre az akkori sokszor fa szerkezetű épületekre. Tehát, hogyha belépünk ebbe a térbe, és ezek a kis lámpák onnan föntről hullanak, mint hogyha a magok hullanak ugye az égből, hát most aztán itt folytathatnánk a különböző képzettársításokat, így ahogy mondod. De igazándiból ez a magtárszerűség, ez a csűrtemplom képe jelenik meg, és érdekes módon, mert ezek a lámpák aztán egy pontra vezetnek, ez a fölfüggesztett lámpasor, nyilván az oltártérre, az oltártérben pedig elhelyezkedő, és egy ilyen rejtett módon megvilágított keresztre mutatnak, és hát ilyen módon nyilvánul meg tulajdonképpen ennek az egész belső térnek az a tiszta szakralitása, ami szintén ezekben a templomokba, evangélikus templomokba hát nagyon intenzív módon tud aztán kifejeződni. Én azt hiszem, hogy talán nem csak számomra, hanem sokak számára ez a lámpa sor, ez a fénynek ez a fajta szimbolikája, egyáltalán az égből hulló fényes magok vagy ez a ég és a föld kapcsolatát erősítő, kifejező lámpasor, ez az, ami szerintem ennek a templomnak egy nagyon, nagyon fontos része és részlete. És de bocsánat, Pilissabán is fontos. Pilissabán is számodra. Fontos, igen, ott egy egészen más aspektusból, de hadd nevezzem meg a belső építész kollégát, Baló Dánieléket, akik segítettek ebben a gyönyörű belső tér és annak a szimbolikájának a kifejezésében. Tehát én azt hiszem, hogy ebben a templomban ez, de ha még sorolhatnám a többit is, nekem nagyon sokat jelent ez a kapuszerű épület, ami oldalról egy ilyen hát olyan napszakban, amikor pont a nap arról az oldalról éri a kapuzatot, egy nagyon erős természetes fényt, napsugárzást, tehát özönlik be a fény tulajdonképpen azon a nagy kapun. És van egy másik, és érdekes most, hogy ezen így beszélgetünk, számomra ez rögtön hogy mondjam, feltűnik, hogy a fényről kezdünk beszélni. Ugye építészeti alkotásról van szó, betonból, kőből, téglából és különböző építő anyagokról beszélünk, vagy hát kellene, hogy beszéljünk, és közben mégis a fénynek a kifejezését hát járjuk most körbe itt ennek a templomnak a kapcsán, mert a harmadik ilyen elem pedig az oltártérnek ez a rejtett természetes megvilágítása, amit még nagyon egyszerűen egy ilyen kis felülvilágítóval oldottam meg. Van egy ilyen opál üveg, abban ez az elhelyezkedő kereszt forma, és mindezt egy ilyen rejtett felső megvilágítással egy szórt fényben tudtam megjeleníteni. Tehát hogy tud a fény hozzátenni építészetileg olyan érzéseket, olyan szimbólumokat, amik által ez az épület több lesz, mint egy magtár, több lesz, mint egy csűr, tulajdonképpen templommá válik igazából. Hamarosan elkészül Pilissabán a Bétel Evangélikus Missziói Otthon új temploma. Ez a szakrális tér is a közösségről szól. Arról, hogy a közösség Isten kedves telepe. Az a hely, ahol szeretünk lenni, mert hétről hétre találkozhatunk vele, érezhetjük őt, mégpedig a másik ember által, a szeretteink által, a megtartó közösség által. Ez a templom azért is lesz magával ragadó, mert látható lesz, hogy a teremtett világ és az ember által alkotott templom miként válhat egyé.
Mindezt az anyaghasználat és a szimbólumok segítik majd elő. Az ősvás környezetben egy olyan istenháza épül fel, ahol az organikus építészet törvényszerűségei ötvöződnek a 21. századdal. Ennek az evangélikus misszió központnak és az itteni evangélikus gyülekezetnek nincs igazán saját temploma. Pedig ha egy kicsit itt körülnézünk itt a környéken, akkor lehet látni, hogy Klotildliget, ami egy csodálatos, gyönyörű kertváros itt az agglomerációs részben. Nos, tehát ez a Klotildliget, ez nagyon régi hagyományokkal rendelkezik, katolikus részben is, és hát természetesen protestáns részben is, és ezek a kis kereszt utcák, amik itt ezt a klotildligeti részt felfűzik, összekötik, ezeknek a kereszteződésében alakultak ki ezek a történelmi egyházaknak a központjai, templomai. Ha egy picit most elmennénk erre jobbra, akkor itt van nem messze a katolikus templom, egy picivel pedig följebb a 30-as években épült református templom. Akkor tehát, az evangélikusok is megérdemelték, hogy itt volt az idő már, nem? Majdnem azt mondhatom, hogy tényleg az evangélikus templom hiányzik már csak itt a történelmi egyházak sorában. Úgyhogy ez a Bétel missziói központ egy fontos szerepet játszik az egyház életében. Szerintem most menjünk be. A templom építészeti megjelenése alapvetően ebbe a csodálatos, gyönyörű táji természeti környezetbe igyekszik bele simulni. Tehát ha körülnézünk itt a vörös fenyőfasor, a gesztenyesor, a tölgyesek, egyáltalán itt a pilisi erdő szélén, közepén helyezkedünk el, tehát minden csupa növény, csupa virág és természetes környezet, és próbáltam egy olyan kis kápolnát ide megálmodni, ami ezt maximálisan figyelembe veszi, ami ez maximálisan alázattal belesimul. Tehát ha kívülről ránézünk, akkor ugye látszik ez a jellegzetes fa héjalás, ez a deszka borítás a tetőn, ami szintén nem véletlen, hiszen ebben a csodálatos táji természeti környezetben ezeket a természetes anyagokat szerettem volna elsősorban előtérbe helyezni. A tégla, a fa és hát a fehér vakolt felület. A másik, ami, hogyha itt szabad a belső térben ezt folytatnom, hogy ennek a templomnak van egy átmeneti tere. Tehát a sarkon ugye megjelenik a hangsúlyos harangláb, a harangtorony, messziről hívogatja a híveket, jelzi, hogy itt evangélikus kis templom áll, és várja a istentiszteletre igyekvőket. De van egy átmeneti tér, egy kis átrium udvar, egy kis előkert, egy kis átmeneti tér, ami én azt gondolom, hogy legalább ugyanolyan fontos egy templom funkcionális elrendezésébe, mint akár az oltártér, vagy akár a karzat, vagy akár a hagyományos, klasszikus templom belső terek. Építészmérnök tervez egy templomot, az egyfelől gondolom, hogy szakmai kihívás, mert mindig az adott helyre kell, meg az adott közösségnek kell ugye templomot építeni. Számodra mennyire jelentett mondjuk egy belső lelki gyakorlatot? Ugye nem az első szakrális épületed, tehát több templomot terveztél már, de hogy ilyenkor mennyire utazik az ember ezen az úton? Hát azt hiszem, hogy nagyon jó és fontos ez a kérdés. Valóban néhány templomot, szakrális teret sikerült már terveznem, de amikor az ember a saját keresztény közössége számára tervez egy helyet, ahol tényleg a
legmélyebb belső énünket fedezhetjük föl, és mélyülhetünk el azokban a személyes gondolatainkban, imádságainkban. Tulajdonképpen tényleg, ahogy mondtam, találkozhatunk Istennel, párbeszédbe kerülhetünk vele. Ez építészetileg is egészen biztos, hogy egy egészen más építészeti gondolkodást, magatartást igényel. Ugyanis, ha belépünk ebbe a térbe, érezhető, hogy van fölöttünk egy az előbb említett égbolttal szimbolizált, de tulajdonképpen egy nagyon magas belső tér, ahol az ember óhatatlanul is felegyenesedik, fölfelé tekint, óhatatlanul is érzi azt a körülötte lévő felsőbbrendű vagy felsőbb világot, ahol tulajdonképpen az ember egy picit nem csak ő maga áll lábujjhegyre és próbál fölfelé tekinteni, hanem valahogy az Úristen is lehajol, és szavakat keres, hogy igévé váljon, és köveket keres, hogy templom épülhessen. Szakrális, vagy az Istennel való kapcsolatot belevinni egy-egy munkába, hiszen az anyag az annyira materiális tud lenni, ugye a tégla, a beton, az elektromos dolgok, most mondom laikusként, de azért az ember, egy hívő ember azért gondolom, hogy úgy létezik a világban, hogy minden cselekedetében valamilyen formában benne van Isten szeretete. Igen. Persze mondhatnám azt, hogy ennyi évtized tapasztalata után az építészetemben már van annyi ismeret, hogy bizonyos anyagszerűségeket, bizonyos térkapcsolatokat, hogy mondjam, helyén tudok kezelni, és úgy már magam előtt látom, hogy az majd a valóságban milyen módon fog működni, megjelenni, milyen térélményt, térhatást fog esetleg eredményezni. Tehát a szakmának ez a része, ez szerintem megtanulható, ez gyakorlattal, ennyi éves, évtizedes tapasztalattal, ez adódik, jön magától, vagy elérhető ez a fajta tudás. De hogy az attól válik-e valóban szakrálissá, attól válik-e valóban egy ilyen megemelkedett, egy kicsit, hogy mondjam, lábujjhegyen járó szakrális élményé, abban nem vagyok biztos. Ahhoz valami olyan többlet kell, amit igazándiból nem én, vagy nem a magam akaratából, az én elképzeléseim alapján tudok megvalósítani. Ha nincs benne szeretet, és nem csak abba a folyamatban, hogy egy házat szakemberként, építészként megálmodok, vagy megtervezek, de tulajdonképpen az egész építkezés folyamatában, akkor az nem tudja betölteni azt a funkcióját, amit a felhasználók, az építetők magukénak éreznek. Én azt szoktam mondani, hogy ha házat tervezek, akkor nem magamnak tervezem azt a házat, hanem azoknak, akik benne élnek, benne laknak, akik az egész életüket azok között, a falak között, azok között a termekbe, a helyiségekbe töltik. Mintha valaki mindig mutatta volna az utat. Valaki mindig segített volna, valaki mindig, mintha átölelt volna.
ehhez kellett egy olyan segítség, akár csak egy ilyen égből lehulló falevél, ami ihletet adott, ami erőt adott, ami abba az irányba terelte az életemet, vagy egy-egy épületnek a megvalósulását, amit az elmúlt képekben, részleteiben felvillant.